Három mérkőzésből három győzelem a Nyíregyháza Tigers eddigi mérlege. Az amerikai edző által irányított, több amerikai játékossal megerősített Tigrisek a Fehérvár Entrónest 28-7-re, a TD Store Eagles 59-22-re, a Győr Sárs csapatát pedig 38-0-ra múlták felül. A hibátlan mérleggel a nyíregyháziak az élen állnak a Hungarian Football League-ben, azaz eddig az elvárásoknak maximálisan megfelelve szerepel a csapat. Eddig jól teljesítettünk, nyilván a szezonnak még korán sincs a vége, az alapszakasz felénél tartunk. Eddig, hál' Istennek, csak kisebb hibákat vétettünk, aminek a csiszolgatásán még dolgozunk, de az edzői stáb és a játékosok is nagyon-nagyon jól játszottak. Eddig remélem, hogy ez a forma megmarad. Azt gondolom, hogy a kiemelt bajnokságnak a színvonala az valóban kiemelt bajnokságot mutat. A pontkülönbségek ellenére én nem látok akkora differenciát továbbra sem a csapatok között. Én azt gondolom, hogy egy-egy pillanatnyi forma, egy-egy pillanat, kinek van jobb, rosszabb napja, az valóban eldönthet egy meccset. Láthattunk idén már egy pontkülönbségű mérkőzést, láthattunk egy TD-s, volt olyan meccs, ahol csak egy field goal döntött. Tehát én azt gondolom, hogy egy valóban kiélezett párharcoktól tarkított bajnokságról van szó. Thomas Mighty vezetőedző is elégedett az eddigiekkel, de mint mondta, tisztában van azzal, hogy a nehezebb meccsek még csak ezután következnek. Ha a 3-0-ás mérleget nézzük, ez nagyon szép eredmény. Aki kritizálni akar, mondhatja azt, hogy eddig a gyengébbnek tűnő ellenfelekkel játszottunk, a következő 4 meccsen viszont 3 olyan rivális ellen lépünk pályára, amely közvetlenül mögöttünk van a tabellán. Nagyon kell koncentrálnunk, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen játékot nyújtunk ezeken a meccseken. A Nyíregyháza Tigers eddig 120 pontot szerzett és 29 pontot kapott. A második helyezett Budapest Wolves mutatója 105-36. A két csapat ezzel a mérleggel kiemelkedik a mezőnyből. Az elkapások listáját vezető Troy Rice tudja, hogy milyen recept alapján lehet legyőzni a farkasokat. Stop the run game. Ha győzni akarunk, meg kell állítanunk a futójátékukat. Mindkét oldalon nagyon erős a támadójáték és a védekezés is. Még mindig van javítani való a játékunkban, azt, hogy miben kell fejlődnünk, persze nem árulom el. A passzjátékunk lehet a kulcsa a győzelemnek, mivel úgy érzem, a passzjátékunkat kevesen tudják levédekezni. A Nyíregyháza Tigers Budapest Wolves mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A mérkőzésre ingyenes a belépés.